Azért is fel kell vállalniuk a felelősséget, hogy bemutatták az elmúlt 30 év legnagyobb átváltozását. Nem is olyan rég, vaskos nemet mondtak a baloldali pártokkal való együttműködésre. Ezek után hadd kérdezzem meg, hogy milyen érzés volt DK-s politikusokkal közösen magyarázni a vereséget. Nem gondolják, hogy ez az elvtelenség vastagon benne volt a tegnapi eredményben? Nem gondolják? Tisztelt képviselő úr, 2018-ban a Jobbik a választási veresége után azt mondta Vona Gábor pontosabban, hogy jó az irány, elkezdtek közeledni Gyurcsányhoz. 2019-ben elvesztették az uniós választást, drámaian nagyot esett a Jobbik. Szilágyi képviselő úr mit mondott? Jó az irány. Még tovább mentek Gyurcsány irányába. És tudják, hogy mit mondott a tegnapi vereség után Jakab Péter? Ki fogják találni? Jó az irány. Ezt mondta. A Jobbik számára ez az irány most a lefelé. Hogyha önöknek jó az az irány, akkor azt tudomásul vesszük, de azt azért jegyezzük meg, hogy még abban a borsodi térségben sem tudtak győzni, amely lakóira önök itt, különösen Jakab Péter állandóan hivatkozik, és ilyen elvtelen fordulatok után ez egyáltalán nem meglepő. Pár napja azt mondták itt, hogy a borsodiak el fogják indítani a lavinát, ez szerintem egyébként így is van, azzal a különbséggel, hogy ez a lavina a Jobbikot temette maga alá, és tudják, hogy ki fogja önöket kikaparni a hótömeg alól. Tudják, hogy kinek az arcát látják majd, amikor ezen túl leszünk, Gyurcsány Ferencét. Sok köszönet nem lesz benne, de önálló légy sem. És az a helyzet, hogy Jakab Péternek mindezért óriási felelősség nyomja a vállát, egy nemzeti pártból DK alapszervezetet csinált, innen már nem lesz visszaút, vállalják ennek a felelősségét.